A műsor támogatója a Király Express Pizza és Grill. Sziasztok, Nagy Tibor vagyok. A mai videóban egy nagyon érdekes embert szeretnénk nektek bemutatni, és ezért jó, hogy itt dolgozok a Gongnál, mert ilyen emberekkel is találkozhatunk, mint például a Coca-Cola magyarországi gyárigazgatója. Ő lesz a vendégünk, egészen pontosan Faragó Mikinek, ő beszélget most vele. Mindenhol Gong, és nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és rádiónk vendégét, Pataki Zoltánt, a Coca-Cola Dunaharaszti gyárának igazgatóját. Jó napot kívánok, szervusz! Szervusz, szia Miklós, köszöntöm a hallgatókat. Tegeződve folytatjuk beszélgetésünket, ezt megbeszéltük a legelején, hiszen a mai témánk és a mai beszélgetésünk apropója az, hogy hogy lesz egy operátorból gyárigazgató. Igen, nagyon jól mondod, hogy tegeződünk, mivel ez is az egyik alapelvünk a vállalatnál, az, hogy tegeződve építsünk egy légkört, egy kultúrát. Köszönöm a kérdésedet. Fú, egy kicsit gondolkoznom kell, hát valamikor olyan 24 éve sikerült beléptem a Coca-Cola gyárnak a kapuján. Mi is volt az első érzésem? Hát teljesen őszintén azt mondom, hogy nagyon be voltam tojva, mert hát egy multinacionális vállalat, 20 évesen bemenni, és akkor egy teljesen ismeretlen valami légkörrel elkezdeni megismerkedni. Ez egy óriási kihívás volt, de amit megtanultam az első időszakban, az pont az volt, hogy ha hiszek magamba és építem magamat, akkor a külső környezet, ebből a szempontból mondjuk most akár vállalatnak is, akkor ő támogat. És hogy ezzel a támogatással azért sikerült A-ból B-ben eljutni. Erről majd még beszélünk, hogy mit is jelent ez, hogy A-ból B-ben. És ez a tanulási folyamat több évnek mondható? Tehát ugye az először, amikor beléptél a kapun, és akkor elindult egy folyamat? Igen. Hát én azt mondom, ez a tanulási folyamat az soha nem ér véget, mint maga egy folyamat. És igen, és mindig egy kicsit magasabbra kellett emelni azt a bizonyos lécet. Nem mondom azt, sőt őszintén azt mondom, hogy nem gondoltam azt 95-ben, hogy én valaha gyárigazgató leszek, és nem is ilyen inspirálással léptem be, hanem csak azért, hogy valamit megismerjek, egy újat, és hogy évről évre mindig saját magamnak emeltem ezt a lécet, és ahogy mondtam, megkaptam a támogatásokat, és elértem azt, ahol most vagyok, de én azt gondolom, hogy ez nem a vége, hiszek a kollégákba, hiszek magamba, az, hogy még továbbra is tudok fejlődni, és van még bennem plusz is. Gondolom, voltak azért akadályok is. Milyen akadályokba ütköztél? Hát igen, akadályom, hogyha nagyon ennyi mérföldkövekbe tudnám leírni, hogy ez a 24 év az mit jelentett. Ugye kb. 8 évet dolgoztam beosztott nélkül, tehát nem egy vezető szerepben. Nagyon sok karbantartási operátori szerepkörben végeztem magával a gyárban, és utána lettem csoportvezető, műszakvezető, termésvezető, és az akadályok az elsősorban, most, hogy visszanézek, az saját magam voltam. Tehát, hogy én nem hittem akkor mondjuk magamba, hogy meg tudom ugrani a következő lépcsőt. Tehát maga az akadály, összességben azt gondolom, hogyha valaki hisz saját magában, akkor az a legnagyobb akadály. Akkor ha azt át tudja lépni a saját maga állított korlátait, és ez most nem csak ilyen blabla, mert szokták mondani, hogy ez nagyon nagy közhely, de én azt gondolom, hogy ez tényleg így van, hogy meg kell győznöm magamat, hogy a manóba tényleg erre képes vagyok, és így építeni tudtam magamat, és hogy nagyon fontos, még egyszer kiemelem, ez nem egy ilyen szép magyarul egy olyan show elem, amit egy ember végig tud vinni, hanem ez egy közös csapatmunka és egy vállalati kultúrának kellett ez lennie, hogy ezt az utat én végig tudjam járni. Most is vannak még akadályok egyébként? Akadályok mindig vannak, ez a rossz hír a hallgatóknak, de a jó hír az, hogy ezek az akadályok mindig átugorhatók, tehát nekem is például, tehát most, hogy én itt ülök, nagyon izgulok, megmondom őszintén, mert még soha nem voltam például ilyen környezetben, és azt mondom elsőnek, hogy belegondoltam, akkor elsőnek, fúha, ez milyen lesz, ez mondjuk ez egy akadály, de a másik meg ez egy pozitív kihívás, mert most megint egy kicsit komfortzónán kívül helyezhetem magamat, és ebből csak tanulunk, és akkor én bízom benne, hogy ebből nem csak én tanulok, hanem mi itt közösen, a veled, a hallgatókkal együtt, ezzel a gondolkodásmóddal csak tanulni tudunk, hogy az akadályok azok az egy pozitív dolog, amiből fejlődni tudunk közösen.
Milyen motivációs erők hajtottak tégedet a célok megvalósításában? Figyelek, mert tegeződünk. Igen. Azért valljuk be őszintén, mégiscsak én is gyárigazgatóval tárgyalok, beszélek, és nem mindennapi, hogy mondjuk tegeződve, de nagyon köszönöm még egyszer. Egyébként ezt jó, hogy említed, még mielőtt a motiváció, de ez is már motiváció része az, hogy az emberekkel hogyan viselkedünk, hogy mind hány emberre lehetek mondjuk befolyásolásra. Egy példa az elmúlt két hétből, nálunk dolgozik egy takarító hölgy, és engem mindig magázott. Ő egyébként egy idősebb hölgy, úgyhogy én is így magáztam. És véletlenül a kollégáim irodájában ültem az elmúlt héten, és csak úgy berongyult, és akkor mondta a többieknek, hogy sziasztok. És amikor meglátott engem, akkor teljesen így ledöbbent, és elnézést kért, hogy ő engem kvázi letegezett. És én mondtam, hogy én ugyanolyan vagyok, mint a kollégák, akik itt ülnek, csak én most egy valakinek másik székében ülök. Tehát ezért neki kéne elnézést. És onnantól kezdve tegeződünk. Tehát ebből azt szeretném kihozni, a motiváció az, hogy hogyan lehetne minél több embernek segíteni, hogyan lehetne minél több embernek egy olyan kultúrát, egy olyan légkört építeni, ahol valóban egyenlőnek és emberinek érezzük magunkat. És teljesen mindegy, hogy valaki gyárigazgató, vagy aki operátor, mindannyian ugyanolyan értékesek vagyunk a magának, ennek a vállalatnak. És ugye az eredeti kérdés, a motivációs erő? Oké. A motivációs erő az eredeti válaszom is az, amit mondtam, azt, hogy ez ne csak rólam szóljon, emberek vagyunk, önzőek, de nekünk, minden embernek felelőssége is az, hogy segítsünk másikon. Hogyha én, mint gyárigazgató, ami gyárban dolgozik 250 kollega, egy kicsit jobbá tudom tenni mindennapi életüket, minden kicsit tudok adni egy jövőképet a kollégáknak, akkor azt gondolom, hogy már tettem valami jót is az asztalra. Nem akarok ködölni, ugye ez egy üzleti élet, multinacionális, tehát nagyon fontosak a mutatószámok, de én azt gondolom, hogy lehet vezetni embereket úgy is, hogy csak a számok mentén, vagy lehet vezetni embereket úgy is, hogy szívből. És a szívből akkor vezetsz valakit, akkor nem vezetni kell, hanem azok az emberek követnek. Ez egy kulturális kérdés, és ebben én nagyon hiszek, hogy az én fő motivációm az, hogy engem kövessenek, ne vezessem az embereket. A következő kérdésem az lenne, hogy mi a különbség a Coca-Cola és a Coca-Cola HBC között? Számomra is például nem egyértelmű. Igen. Mi a különbség? Igen, ez sokan meglepődnek, amikor nálunk mondjuk a Dunaharaszti telephelyen van kint magyar zászló, ugye van Európa Uniós zászló, amerikai, és van görög zászló is. És ugye még van kint van a piros Coca-Cola zászló is. Úgyhogy ilyenkor mindenki, hogy most akkor itt hol is vagyok, most melyik országban. De a helyes válasz az, hogy a Coca-Cola Company-val és a CCHBC-vel mi közösen dolgozunk, mint egy családi vállalat, hogy most így mondjam. Tehát a Coca-Cola Company a termékeinknek a márka tulajdonosa, viszont mi, mint a CCHBC, Európában a legnagyobb, de világon az egyik legnagyobb palackozó üzeme vagyunk, palackozó vállalata, ahonnan több mint 25 ország tartozik hozzánk, és a Dunaharaszti, a magyarországi egység, üzleti egység, az egy kiemelten fontos, mert hogy innen téred a Dunaharasztiról és Zalaszentgrótról, mert ott is van egy gyárunk, 26 országba exportálunk, tehát nem is gondolnánk, hogy ebből a szép országból egész Izlandtól Ciprusig isszák a európai emberek a Coca-Cola terméket, és ami egy nagyon érdekes sztori, az, hogy például a legmesszebb exportpontunk az a Szingapúr volt, de már Dél-Afrikába is exportáltunk terméket. Összességben azt gondolnám, hogy azt mondom, hogy inkább nem különbség a Coca-Cola Company és Coca-Cola HBC között, hanem az, hogy ez egy család, az egyik az maga adja magát a terméknek a nevét, a márkáját, és mi meg támogatjuk ezt akár termelés, akár marketing és értékesítés oldalon. Maradjunk a Coca-Cola Dunaharaszti gyáránál, és hogy mitől egyedi a gyár? Erre milyen választ tud mondani, vagy tényleg hogyan lehetne megfogalmazni? Választ mi az? Választ tudsz. Igen, nehéz lesz ez a beszélgetés végéig, meghagyni a tegeződés, de nem tényleg. Baj, figyelek. Milyen választ tudsz adni arra, hogy mitől egyedi a Coca-Cola Dunaharaszti gyára? A Dunaharaszti gyárunk az egy magával a cégcsoportnál is egy úgynevezett megagyárnak számít, tehát benne van az első top 5-ben a termelt mennyiségben,
És hát nagyon büszke vagyok rá, mert az egyik legkomplexebb gyár. Mit jelent az, hogy komplexitás? Tehát az, hogy több mint 300 féle terméket gyártunk a Dunaharaszti gyárban. Sokan a Coca-Cola-nál azt gondolják, hogy ez Coca-Cola. Én most azt nem akarok egy ilyen marketinges műsort csinálni ebből az egészből, hanem azt gondolom, hogy maga az, hogy miért egyedi, azért, mert sikerült egy olyan kultúraváltást csinálni a Dunaharaszti gyárban, és muszáj lesz visszacsatolnom már arra, amit mondtam, amit egy 4 éve hirdettünk meg, és ugye a fő cél az, hogy mindenki ugyanolyan fontosnak érezze magát, teljesen mindegy, hogy őt irodai munkatárs, vagy gyári munkatárs. El kell mondani őszintén, ez nem volt mindig így, tehát itt azért az elmúlt mondjuk 10 évvel ezelőtt megvolt egy ilyen hierarchikus rendszer magában ebben a szervezetben, és nem volt egyszerű ezeket az akadályokat, vagy falakat, amiről pont beszéltünk, ezeket átugrani, és nem volt egyszerű a saját a kollégákat is tanítani, akár a munkás kollégákra, akik munkásruhában vannak, hogy higgyék el, hogy ők ugyanolyan fontosak. Úgyhogy én azt mondom, hogy attól olyan különleges, mert hogy mi egy egyedi kultúrát hoztunk létre magában a Dunaharaszti gyárban, és ez soha nem ér véget. Ez is olyan, mint egy tanulási folyamat, mert a kollégákat folyamatosan ösztönözni kell, hogy igen, igen, mi egy csapat vagyunk, mi valóban, mi egy család vagyunk. Mondok pár jó példát, most már talán van 5 vagy 6 olyan család, aki dolgozik a Dunaharaszti gyárban, például az apuka elkezdett ott dolgozni, és most már oda vitte a fiát is, de most volt olyan, hogy a fia elkezdett dolgozni, és akkor odahozta az apukát is. Hát ez a odahozta, az nem azt jelenti, hogy csak odahozta, hanem beajánlotta nekünk, van egy ilyen programunk, hogy ajánlod a barátodat, vagy a rokonodat, és akkor átment a kiválasztási folyamaton. Tehát én azt gondolom, azt hiszem, azt tudom, hogyha a Dunaharaszti gyár nem lenne különleges, akkor valaki nem hozná oda a családtagját. És a családtagot azért általában szeretni szoktuk jó esetben, és akik ott vannak, valóban szeretik egymást. Tehát az, hogy ez egy családias, eredményorientált, az fontos, tehát mindenki dolgozni jön benn, de emberséges kultúra, amit létrehoztunk. És akár a csapatotokhoz, a gong hallgatói közül is bárki bekerülhet? Természetesen én nagyon hiszek benne abba, hogy minél különbözőbbek vagyunk, annál jobban tudjuk erősíteni egymást. Dolgoznak kollégák, csak így külföldiek, ez sem probléma, de dolgoznak határon túli magyarok is, és egész a menedzsmentben is dolgozik határon túli magyar, meg dolgozik a munkás kollégák között is. Tehát én azt hiszem, és hogy itt azért a Gong Rádiónak a hallgatottsága az elég szép, de nagyon fontos rádió, hogy nagyon közel vagyunk itt a Budapest-Szeged útvonalhoz, és mindenkit szeretettel várunk, hogyha részt akarnak venni ebbe a családias és tényleg emberközpontú rendszerben. Úgy tudom, hogy a vállalat szívén viseli az egészséges életmód népszerűsítését, ez miben nyilvánul meg? Igen, a múltban óriási fókuszt helyeztünk, amit azért most is folytatjuk, magát a testnek az ébresztését. A program neve is az volt, hogy testébresztő, mikor magát a vállalat az több nagyon sok olyan sportrendezvény támogatott, ahol aeróbik, vagy akár focikupákon lehetett részt venni, tehát mert nagyon fontos a mértékletesség. Azt hiszem, azt tudom, tehát hogy ha megiszok egy x deciliter üdítőt, akkor tudjam azt, hogy én mellettem milyen mozgást tudok, de ez mondjuk nem csak az üdítőre vonatkozik, minden egyéb termékre, tehát hogyha akár chipset eszek, akkor az is kb. Hasonló hatással van a szervezetünkre. Ez mellett a vállalat most már inkább azzal foglalkozik, hogy hogyan tudjon még több egészséges és mondjuk nem cukros termékeket a piacra dobni. Ez miatt bővült óriásit a portfóliónk, most már olyan 40-50% a portfóliónknak cukormentes, van benne természetes ásványvíz, vannak benne szójatej termékek is. A maga a kultúra az, hogy ha én reggel felkelek, akkor a kávétől kezdve az esti programokig folyamatosan tudjunk találkozni a vállalat termékeivel, ahol van benne egészséges is, ha én egészséges akarok, de hogyha mondjuk el szeretnék menni bulizni, akkor is ott legyenek a tárolat termékei.
környezetvédelem, ott a cég mit tart fontosnak, és milyen céljai vannak így a környezetvédelemmel kapcsolatban? Igen, most lefele pont jöttem le, és megálltam itt a Kecskemét határába egy 5 percet, csak valami kikettem a táskámból, és akkor láttam, hogy mellettem az árokban nagyon sok PET palac volt eldobva. És az engem is bosszant, frusztrál, hogy ez miért történik. És itt jön fel, hogy ez egy közös feladat magának a vállalatnak, és ma is a fogyasztóknak. A vállalat folyamatosan csökkenti, a Coca-Cola folyamatosan csökkenti magát a palackoknak, a súlyának a felhasználását. Van egy 2030-as vállalásunk, hogy 50%-kal csökkennek ezek a súlyok. Én, mint gyárigazgató egyébként, nekem a legtöbb projektem az pont azzal függ össze, hogy hogyan tudom csökkenteni, hogyha emlékszel rá, akkor régen mondjuk a Coca-Colának a kupakja az ilyen magasabb volt, most meg ilyen nagyon kis laposka, kb. Egy ilyen 4-5 éve váltottunk. Ez is pont azért volt, mert szinte meg tudtuk fejleszteni a kupaknak a súlyát, ami szintén műanyag. Ha megnézel most egy ásványvizet, amely szénsavmentes ásványvíznek a palasztja, azt össze lehet, mint egy ilyen nagyon pici gombóc gyűrni, pont azért, mert folyamatosan csökkentettük a palackokat. És ami az jó hír, hogy ezeket a palackokat mi újra is dolgozzuk. Tehát, hogyha én nem látnék a árokban palackot, tehát sikerülne az összeset visszagyűjteni, akkor mi, mint Coca-Cola vállalat, képesek lennénk az összeset visszaforgatni a rendszerben, tehát az egy zéró hulladékmentes világot lehetne építeni. És innen is kérek minden hallgatót, illetve jövendőbeli kollégát is, aki részt akar venni ebbe a környezettudatos élesstílusban, hogy igenis gyűjtsük szelektíven magát a palackokat, és mindenki higgy el, hogy akkor, ha szelektíven van gyűjtve, akkor visszakerül a megfelelő helyre, magára az újrafeldolgozásra. Van kedvenc terméke, vagy ami a kedvenc évé vált így az évek során, amit ugye önök ti gyártottatok? Én most direkt nem akartam vele szólni, de... De figyeld! igen, elkaptad magadat. Ez egy érdekes kérdés, mivel nekem is megvan a rutinom, hogy kelek, és akkor magát a termékeket, ahogy fogyasztom. Ami még egy jó hír, csak azt még el kell most eszembe jutott, hogy bent ugye a vállalatnál a termékeket azt lehet inni mindenhol, bent vannak a hűtők, és ingyen lehet egész nap inni, úgyhogy van lehetőség kipróbálni minden újdonságot, de ahogy mondtam, hogy mi több, mint 300 terméket gyártunk, de egyébként olyan 600 terméket forgalmazunk. Tehát 600 termékből nagyon nehéz kedvencet kiválasztani. Inkább azt mondom, hogy magát a életérzések vannak, amihez mindig egy jó, kellemes érzés fókuszálódik. Például meg szoktam inni, nagyon sok vizet iszok, de egy Coke Energy-t, azt mindenféleképpen azt nagy örömmel iszok, mert lehettem olyan szerencsés, hogy mi a Dunaharaszti gyárban a világon először gyártottunk Coke Energy terméket, közösen a Coca-Cola Company-val, és innen kezdtük el exportálni, akár amit mondtam, Szingapúrba is. Tehát már nekem a Coke Energy-vel például egy dupla életérzés van, mert egyszer azért, mert személyesen, mert az első dobozt, amit legyártottunk, az még ott van most is az irodámban, a másik meg az, mert maga az energizáló érzés. Tehát összességben minden terméket megfelelő időszakban fogyasztok, de nem mondanám egyikre sem, hogy kedvenc, mert akkor sajnálnám a többieket. Így a beszélgetés végén ki kell térnünk arra is, hogy ugye hát nap mint nap több millió palackot nyitnak fel ugye a fogyasztók, és hát Zoli, megtudhatjuk a Coca-Cola titkos összetevőjének esetleg a receptjét? Persze, elhoztam, itt van egy lista nálam, ugye felolvasom, de ez csak a poén volt. Mert digitálisan van egy pendrive-on. Igen. Úgyhogy küldöm is. Titkos receptje? Egyszer van egy titkos recept, amit Atlantában őriznek. Én azt gondolom, sokkal fontosabb a titkos recept, azok a titkos recept, amiket azok a kollégák alkotnak, az a szinergia, az a jó kedv, az az erő, akik nálunk dolgoznak. És nem véletlenül, hogy most is úgy van nálunk ez a mondat, hogy a titkos recept összetevője az te vagy. Tehát én is az összetevője vagyok, és az összes kollégám az összetevője, mert a csapat nélkül egy
a titkos recept az csak egy recept maradna, de a végén, hogy magával hogyan lehet átadni egy életérzést egy terméken keresztül, na az nem egy egyszerű. De én azt gondolom, hogy ezt jól csináljuk most is, és jól fogjuk csinálni a jövőben is. Én ehhez kívánok további sok sikert és jó munkát, és nagyon szépen köszönöm Pataki Zoltánnak, a Coca-Cola Dunaharaszti gyárának igazgatójának, hogy mesélt arról, hogy hogyan is lett ő gyárigazgató, és egy kicsit úgymond a cég kulisszatitkaiba is betekinthettük, ha már a titkos receptet nem is kaptuk meg, de szerintem sok-sok érdekességet hallhattunk az előző percekben. Köszönöm. Köszönöm szépen, sziasztok. Remélem, hogy tetszett a videó, és hogyha igen, akkor iratkozzatok föl YouTube csatornámra, na meg nyomjatok egy lájkot és a kis csengettyűre is, és találkozunk a következő részben. Sziasztok!